A Művészeti Akadémiának mértékegységét készítettem el, ami itt van a hátam mögött. Hát ez a legvégső formájában igazából egy ilyen fehér kocka, mondom, egy ilyen IQ-szerű formájára ki, ami nem tudós pillanatban, akkor megjelenik a testvény repedések. Hát először eléggé megértem, mert nem úgy gondoltam, hogy ilyen lesz, de végül is mértékegységnél ez és a falon is igazából ehhez képest kell a saját falunkat egy kicsit megnézni, meg átgondolni, mert valószínűleg azonosan a repedések csak valamivel elhagyjuk őket, hogy állandóan kiforgózik meg valahogy rendben rakjuk, hogy legyen. Ez a Művészeti Akadémia mértékegységeként különböző dolgokat tettem a számításba, fizikális és mentális dolgokat. Nagyon érdekelt az, hogy egyáltalán egyszerűen az, hogy az intermédiára járok, egy művészeti iskola, hogyan indul a felvételétől kezdeni, mi az, amit egyáltalán meg kéne fogadnom, meg kéne tanulnom, mi az, amiről most számon kéne adnom. Ez az egész folyamat, és igazából ez az egész intézményrendszerhez való kapcsolódás, az, hogy folyamatosan igazából valahol találkozunk azzal, hogy valahol nem jó ez az egész keret, de mi is ezt használjuk, valahogy egy rengeteg kiállítás, meg rengeteg munkapróbát, hogy rakunk be vele, de igazából mégsem tudunk az egész finanszírozáshoz, az valahogy ezen keresztül van megoldva rengeteg dolog. Elkezdtem interjúkat csinálni az iskolában szakra járó emberekkel, és akik itt tanultak meg, diákok voltak, tanárok, szóval valamilyen ilyen hivatalos úton kapcsolódnak, és igazából azt fedeztem föl, hogy hasonló tendenciákban mutatnak a válaszok, mert az egész elbeszélés volt. Itt nem is feltétlenül az, hogy most ki hogy helyezkedik el, hanem egyáltalán a gondolkodásnak a különböző elképzelésünk mind a múltról, mind a jelenről. Ezeket vettem számításba, és megnéztem azt, hogy igazából mi lesz körbe. A maga mértékegység az nekem úgy értelmező, hogy igazából egy kvázi ilyen kiállított felületként jelent meg, és aztán igazából most meg beszeretném mutatni azt, hogy mi van, hogyha ezt a mértékegységet igazából szétszedjük, hogy körülbelül miből épül fel. És
Thank you.
Köszönöm szépen, hogy az úr, ami... 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 Köszönöm szépen, hogy az úr,